város önkormányzata példamutató emberi magatartásáért a köztiszteletben álló Hímer István részére a város sportjáért díjat adományozza a sport tiszteletéért, kiemelten a Soltvatkerti labdarúgás utánpótlása érdekében a focisúli sportegyesület szakmai igazgatójaként végzett példaértékű és kiemelkedő edzői munkásságáért. Hímer István, labdarúgó szakedző. Gyulán született 1940-ben, és az általános iskolai tanulmányai mellett már 1953-tól igazolt játékos szülővárosában. Az általános iskola elvégzése után először a lakatos szakmát tanulta, majd a Szombathelyi helyi Lajos gimnáziumban folytatta tanulmányait. A Szolnoki Tiszaparti gimnáziumban érettségizett 1968-ban. Gyermekkorától a labdarúgás szeretette, éltette és élteti a mai napig. Ez a sportág iránti mély szeretet és elköteleződés hatotta át, és határozta meg egész életét. A Magyar Testnevelési Egyetemen 1978-ban szerzett labdarúgó szakedzői diplomát, majd 2000-ben UEFA b vizsgát tett. 1964-ig a Gyulán a Medosz MB2 csapatának labdarúgó labdarúgója és gólkirály. 1968-ig a Szombathely haladás MB 1 es csapatában folytatódott játékosi pályafutása, majd 1970-ig a Szolnok MB 1 b csapatában. 1972-ben visszatért szülővárosa csapatához, de mellette Szolnokon a tartalék és ifjúsági csapat edzője maradt. Edzői pályafutásának legfontosabb állomásai – MB1-es, MB2-es, MB3-as csapatoknál dolgozott vezető edzőként Szolnokon, Szegeden a Szeolak, a Dózsa és a Szvese csapatánál is, Zalaegerszegen, Gyulán, Makón, Hódmezővásárhelyen, Kiskörösön és Baján. A Mórahalom megyei első osztályú csapatának vezetőedzője, ezt követően ismét Hódmezővásárhelyen és Gyulán vezetőedző, majd az Újszentiván megyei első osztály <kül> csapatának vezetőedzője. Felelősséggel és kihívásokkal teli környezetben szerzett sok éves edzői tapasztalatát 2005-től folyamatosan egészen 2018. július 30-áig a Sotvatkárti Focisuli Sportegyesület szakmai igazgatójaként hasznosította. Mindig érdekelte a fiatalokkal való foglalkozás. Örömmel tölti el és megerősítő visszacsatolás számára, hogy a tehetséggondozó munkája során több utánpótláskorú, majd felnőtt korú válogatottban szerepeltek a játékosai. Úgy, mint ifjú Vindeker József, Vida Máté, Olá Máté és Fék Zsolt, akik példaképet adtak a többieknek. Mindig törekedett a szülő, egyesület, iskola egyensúlyának megtalálására annak érdekében, hogy a gyerekek örömmel menjenek sportolni. 1982-től részt vett a Csongrád megyei edző és utánpótlás képzésben, ahol az edzők képzésének egységesítésén dolgozik. A bácsi kérem, hol lehet itt focizni akcióban, az országos válogatott edzője lehetett. Csongrád megye serdülő válogatottjával 1970-ben országos bajnokságot nyertek. Az 1990-es évekig az Országos Edzőbizottság tagja, a Csongrád megyei edzőbizottság elnöke, és vezetett vezetőképzést Bács, Békés és Csongrád megyében is. Elismerései. 2009-ben az elmúlt évszázad legjobb edzője díjban részesült. Kiskörösön pedig a Sportegyesület fennállásának száz éves évfordulója alkalmából részesült kitent, kitüntetésben. 2012-ben Szegeden a labdarúgás díszpolgára címet vehette át. Sportsikereiben osztozik három gyermeke és négy unokája. Egész életében azt csinálhatta, amit imádott. A munkája egyben a hobbija is. A labdarúgás ügyének szolgálata tölti ki az életét a mai napig. Szívből gratulálunk! Teljesen meg vagyok hatózva, és megmondom őszintén, nagyon váratlanul ért ez a kitüntetés, ez a jutalom, amelyet kaptam a város vezetőitől, az erző kollégáimtól a faszisuritól, az iskolától, és nem utolsó sorban a szülőktől. Azt hiszem, hogy olyan jó kapcsolatot, mint amit mi tudtunk kialakítani a szülőkkel, itt kertem meg ahol így jártam, kevés helyen adódott ilyen eset. Gondoljunk csak vissza, mikor az első tábor szerveztük, mikor ide kerültem, 2005-ben. Első táborban szülők főztek, takarítottak, hozták a gyerekeket, családok szép a táborokat. Ma a hagyományokkal rendelkezünk, hogy országos szinten is eljárnak ugyanazokra a táborokra. Gondoljunk azokra, hogy? milyen emléktornákat rendeztünk. Kitaláltuk, hogy tényleg emléktornát. Ugyanúgy, még akkor hátszúr főszünk a szertárba, még füstös volt minden, a csarnokba, még tényleg a levegőbe járt minden, és milyen gyönyörű tornákat tudunk most már szervezni, és milyen nagy tisztelettel tudunk a régi embereknek a, a megbecsülésére. Tulajdonképpen akik ezért a évnek a városért tettek. Semmi más nem mozgatott engem csak az, hogy nagy betűvel szerepel. Egy egymást tisztelő, szerető, baráti csoport kialakítása, és az úgy érzem, hogy ebbe tettem lépéseket, és ezért mindenkinek szeretném megköszönni. A jelenlegi képviselőtestvátnek, az iskolának, a városnak, hogy ilyen kitüntetést kaphattam, és még egyszer köszönöm szépen.